Köszönjük szépen, Judit, és felkérem a következő előadónkat, Párosi Mihály főszervezető urat, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől, hogy beszéljen nekünk arról, hogy a NEAP milyen elképzelésekkel rendelkezik a betegbiztonság fejlesztésének ösztönzésével kapcsolatban. Köszönöm szépen a szót, szeretettel köszöntök mindenkit. Én leginkább arról szeretnék beszélni most NEAP színekben, hogy nekünk miért fontos ez a fejlesztés, amikről ma beszélni fogunk. Tehát a hogyant majd a munkatársaim és a projektok fogják elmondani. Én azt próbálom most nagyon röviden bemutatni, hogy a NEAP számára ez miért fontos, és mit szeretnénk belőle, hogy milyen céljainkhoz illeszkedik ez a mai előadás sorozaton bemutatott fejlesztés. Én onnan szoktam indítani általában az előadásaimat, hogy mi itt a NEAP oldalról leginkább általában alapesetben a számok felől közelítjük meg a dolgokat. Ez a végsősorban szinte mindig ez az alapállásunk, és itt ezt nem is nagyon ragoznám túl. Ami egyedüli megjegyzendő esetleg, és utalni fogok rá, ez a gyakorlatilag 400, most már lassan 500 millió elszámolási tételt kezelünk évente, tehát ennyi érkezik be hozzánk. A nagyon rövid történelemmel, nem, és ezt még röviden sem nagyon mutatnám be, tudom elmondani, hogy ez az 500 millió, vagy 450 millió ellátási eseménynek a nyomon követése és feldolgozása, ez egy folyamatnak a része, tehát ez a 70-es, 80-as években nem lett volna igazán kivitelezhető. És itt azt szoktam elmondani, azt is szeretném most is elmondani, hogy az egészségügy finanszírozása általában úgy történik, hogy egy követő üzemmódban, tehát megpróbál reagálni mindig az új kihívásokra, legyenek azok akár új orvostechnológiai eszközök, vagy bármilyen új eljárások, és felhasználva azokat az új jellemzően informatikai, de akár más fejlesztéseket, amik lehetővé teszik azt, hogy okosabban vagy jobban csináljuk ezt az egészségügy finanszírozása dolgot. Ez az ábra most arról szól, hogy hol tartunk. Ez egy picit bonyolult ábra, de ebben nem is az a lényeg, csak azt próbálom bemutatni, hogy rengeteg elvnek kell megfelelnünk, és rengetegféle fajta, ehhez kapcsolódóan rengetegféle fajta finanszírozási technikánk van, és úgymond az is egy elismerési technika, ha valamilyen ellátást finanszírozunk, ennek nagyon-nagyon sok módja, és nagyon sokféle elvnek kell megfelelni. Ami most világszerte kiemelendő, az ott nálunk szinte a legkisebb kocka itt, ebben sajnos nincs pointerem, és nem tudok mutatni, de az eredmény alapú finanszírozás az, ami egész Európában most minden egészségbiztosítónál ez terítéken van, tehát csak úgy tudnak reagálni a biztosítók és a finanszírozás az új kihívásokra, hogyha valódi eredmény alapú finanszírozást vezetnek be. Erről most nem, ez egy külön előadás témája lenne. Nálunk egyedül nagyon-nagyon kevés esetben fog, amit kiemelnék, mondjuk a hepatitis C finanszírozása, ahol gyógyszert úgy vásárolunk, hogy nem magát a készítményt vásároljuk meg, hanem a gyógyulást. Tehát gyakorlatilag nem a készítményt vesszük meg, hanem azt vesszük meg, így állapodtunk meg a gyógyszer készítőivel, azt vesszük meg, hogyha a beteg kigyógyul a hepatitis C kezelésből. Tehát amíg nem hat a gyógyszer és nem történik semmilyen változás, akkor mi, mint egészségbiztosító, mint finanszírozó nem fizetünk, mert nem a készítmény, nem a dobozért fizetünk, hanem mi az egészségnyereségért fizetnénk a meggyógyult betegért. Ez egy nagyon-nagyon kicsi szelete még a finanszírozás, csak azért emelem ki, mert az egész világon ebbe próbálnak gondolkozni, leginkább a gyógyszer cég oldaláról, a gyógyszer úgy drájvolja, hogy kényszeríti ki ezeket a fejlesztéseket, de nagyon sok helyen megjelenik már, és nagyon sok helyen ezzel foglalkoznak, hogy csak úgy lehet fenntarthatóan finanszírozni az egészségügyet, hogyha az eredményi finanszírozásra próbálunk minél jobban fókuszálni. Ez persze nem mindenhol működik, de ahol lehet, ott próbáljuk ezt meg. És ezt azért fontos nekünk, ezt is általában el szoktuk mondani, hogy nekünk ugye van egy, hogy a fő célunk, ha így akarjuk mondani, az a forrásallokációs hatékonyság emelés, ezek ilyen nagy szavak, de ez itt az a lényeg, hogy a rendelkezésre álló, nálunk az e-alapban álló összegeket milyen hatékonyabban költsük el. Ez azért fontos, mert nyilván ezzel a
mi is hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy az ellátórendszer teljesítmény növekedjen. Ez pedig azért fontos, mert mondjuk az egyik legfőbb cél az lenne, hogy a magyar társadalomban az egészségben eltöltött életévek száma növekedje. Ehhez elég sok feladatunk van, én ezt most nem fogom mindet elmondani, csak azt akarom bemutatni, hogy rengeteg feladatot identifikáltuk magunknak is, próbáltuk, azt később jelben mutatom, próbáljuk nézni mi is a többi európai biztosítót, legyen az magánbiztosító, vagy állami biztosító, vagy bármi, hogy ők hogyan válaszolnak ezekre a kihívásokra. Ebből most kettőt emelnék ki, amit felírtunk még régebben magunknak. Ez ugye, amiről már mondtam, az eredményes ellátásnak a finanszírozása, vagy itt most tudom, hogy kiemelt díjazása, valamint ehhez nagyon-nagyon szorosan kapcsolódva az ellátás biztonságának a növelése. Ezért, részben ezért is, de nagyon örültünk annak a megkeresésnek és az együttműködésnek, ami a Semmelweis Egyetem és a Nemzeti Népegészségi Központ, mint a előbb említett projektnek a konzorcium vezetése NAV között létrejött. Ebben mi három apróbb, de nekünk nagyon fontos fejlesztéshez kapcsolódtunk. Az egyik, ez amit már mondtam, mi az eredményt ahhoz, hogy finanszírozzuk, ahhoz mérnünk kell. A mérést viszont elég nehéz az egészségügyben megtenni. Mi ezt próbáljuk valahogy a mi rendelkezésünkre álló adatok alapján, külső szakértők bevonásával még csak egy ilyen tervezés jellegű, tehát miket tudunk mérni és hogyan, erről később fog pár diát mondani. Az infekciókontroll finanszírozási kérdéseit szeretnénk tisztába tenni, hát az NMK szakértői vannak a segítségünkre. Itt most picit ironikus, de pont a járványhelyzet húzta egy nagyon picit keresztbe ennek a pilot programját. Igyekszünk megoldani a dolgokat, de ezzel is haladunk, és amiről a későbbi időben fogunk beszélni a munkatársaim és a projekttársaim, azok a betegbiztonság érdekében történő vezetői elismerési rendszer fejlesztés. Amit mi tudunk adni ezekhez a fejlesztésekhez, vagy ezekhez a elképzelésekhez, az most hát a finanszírozási forrásokon kívül azok az adatok, amik nálunk rendelkezésre állnak. Nálunk, amit már mondtam, elég sok jelentés és adat érkezik be, ez többféle rendszerből jön. Ezekről tartottam már különbözést is, ezt most nem fogom elmondani az egészet, de lényeg az, hogy ezek összekapcsolható és együttesen értékelhető adatforrások, mi vagyunk a legtöbb taj alapú, tehát konkrétan betegutakat tudunk elemezni, amiket aztán az egyes állomásait tudjuk szolgáltatókhoz, vagy orvosokhoz, vagy bármilyen eseményekhez kötni. Ez alapján mi a rendelkezésünk alapján elkezdtük már néhány éve ezt a munkát, hogy hogyan tudnánk az eredményt mérni, és itt három ilyen különböző csoportot raktunk össze, csak magunknak ez még fejlesztés alatt áll, de azt identifikáltuk, hogyha most a rendelkezésünk adatok alapján próbáljuk elemezni és nézni, hogy azokat, mint egy nagy csoportot képez az, amikor olyan ellátásbiztonsági problémákra utaló, úgymondom, indikátorokat lehet nézni, amelyek az eredményességet befolyásolják, vagy eredményességre utalnak. Aztán tudjuk nézni az elkerülhető ismételt ellátásokat is, talán ez a legegyszerűbb a mostani finanszírozási rendszer alapján. És tudunk nézni kimeneteleket. Nyilván ebben van a legkevesebb minőségi adatunk, de azért egy ilyen durva, tehát mondjuk igen, mortalitási rátát, vagy hát gyakorlatilag mortalitási rátákat tudunk nézni csak itt ezen a ponton. Ezt nyilván nem az egyetlen, ami kedvezőtlen végállapot lehet, de mi most ezeket tudjuk nézni. Amit mi próbálunk, ugye már mondtam, ez csak azért, ezt egy héttel ezelőtti előadást láttam, és abból loptam ezt az ábrát. Ugye nemzetközileg mások is dolgoznak ezeken. Van, aki már picit korábban elkezdte, van, aki még ott se tart, ahol mi. De például a norvégoknál, ez most a norvég finanszírozó, vagy egészségbiztosítónak volt egy ábrája, ahol az indikátorokról beszéltük, azt találták ki, hogy most úgy próbálnak működni, hogy vannak eredményindikátorok, folyamatindikátorok, és ők belevették még a betegek érettségét, és ez ilyen 50-20-30% arányban, tehát 50% csak idézőjelben az eredményindikátor a rendszerben állunk, és a
másik kettő pedig 20-30 arányban megoszlik a beteg elégedettség javára. A folyamatindikátorokról, erről próbáltuk kérdezgetni őket, hogy amit ők annak lesznek, az például az, hogy az árujelentés 7 napon belül megérkezzen, és hasonló szabályokat. Amit mi összeraktunk magunknak, és ez már egy régebbi elemzésünk volt, és ez alapján lehetőleg ez lesz az első eredményesség alapú indikátorunk, az a nagyízületi protézisek. Azért választottuk ezt, és ezt most csak példaként mutatom be, hogy mindjárt úgy próbáljuk megfogni ezt a dolgot, hogyha mérni szeretnénk, és utána finanszírozni mondjuk a jobb ellátást, akkor mi az, amit egyáltalán figyelembe vehetünk az eredményesség fő tényezőiből. A nagyízületi protézis azért, mert ez nagyon-nagyon sok szereplős. Ugye említettem a hepatitis C-t, a hepatitis C-t van a végsősorban van a beteg, és van a gyógyszer, vagy hát a betegnek a fertőzése, és van a gyógyszer. Ha az a kettő stimmel, klappol, és hat a gyógyszer, akkor meggyógyul a beteg. Az most elvi szinte mindegy, hogy végül egy rezidens írt el föl neki, vagy egy professzor. Ha ugyanaz a beteg, és ugyanaz a gyógyszer, akkor működni fog a dolog. Ugye egy nagyízületi protézis műtétnél sokkal több faktor van. Van a kórháznak is egy szerepe, tehát hogy milyen ott akár higiéniás szempontok, akár bármi, amihez kapcsolódhat. Ugye az operáló teamnek is van egy hatalmas egy szerepe, az magának az implantátumnak, amit szintén ugye mi finanszírozunk, és annak is a minősége és a megfelelősége abból is van, most már elég sokféle gyártó. Itt is ugye ez is egy külön faktor, és nyilván ezt az orvosok nekünk mindig elmondják, hogy a beteg is nagyon fontos, egy teljesen más, mondjuk egy jó állapotban lévő, átlagos BMI-vel, vagy normális BMI-vel rendelkező betegnek a kimenetele, mint mondjuk egy kevésbé együttműködő, rossz állapotban lévő, magasabb BMI beteg. És nyilván, ami is még ehhez kapcsolódóan, a rehabilitáció minősége is. És ez mind-mind gyakorlatilag ugyanazt az eredményességet befolyásolja. És amit ugye, amire, hát nem azt mondom, hogy menet közben rájöttünk, de ami ezt nagyon aláhúzza, és most így a WHO-ra rémül, hogy az összes ilyen fő tényező, amit azonosítottunk, annak mindnek valamilyen szinten az alapja a betegbiztonság. Tehát egyik sem működhet úgy, hogyha a betegbiztonsági, tehát mindegyik kapcsolható a betegbiztonság, mindegyiknek az alapja, és ez nem csak azért, mert a WHO is ezt mondja, hanem ebben tényleg hiszünk, hogy gyakorlatilag mi akkor fogunk tudni, mivel mi, mint biztosító, a legvégén, amikor pénzügyben van, az eredményesség alapról próbáljuk megközelíteni a dolgokat, de az eredményességet akkor tudjuk, vagy akkor lesz szerintünk is eredményesség, hogyha a betegbiztonság és az alapkövek azok rendben vannak. És ezért szeretnénk valahogy, ez még nyilván dolgozunk, hogy hogyan, de a magához, ezekhez a betegbiztonság elismerési rendszerekhez is a magunk módján, vagy fejlesztés, vagy bármilyen olyan dolga hozzájárulni, hogy későbbiekben a mi számunkra, és mondjuk a biztosítottak és a betegek számára fontos finanszírozott egészségellátásoknak az eredményessége az nekünk is, és a betegnek is megfelelő legyen. Én nagyon röviden ennyit szerettem volna a NEAC szemszögből elmondani, és köszönöm szépen a szót.